Én azt gondolom, hogy azok a webshopok fogják túlélni az egyre erősödő elkereskedelmi versenyt, akik minél jobban ki tudják szolgálni, ki tudják elégíteni a vásárlóknak az egyre növekvő kényelmi igényeit. Én azt gondolom, hogy egy 100 000-es csomagszámú, vagy több 100 000-es csomagszámú magyar elkereskedő egy közvetítő szolgáltató nélkül ezt nem bírja megugorni. Tehát én azt mondom, hogy az első pillanattól kezdve egészen akár a több milliárdos méretig. Nálunk a csomagolásmentesség azon az elven működik, hogy magát a termékeket, akár mondjuk ez egy zöldség, vagy bármi hasonló, a termelőktől hozzuk nagy többségét szinte azonnal. Média 1. Köszöntöm Önöket, ez a Média 1, és egy speciális beszélgetés sorozattal jelentkezünk most már ugye második alkalommal, elkereskedelemről beszélgetünk. A vendégeimet rögtön bemutatom, velem szemben balra ül Perényi András, a Webshipi ügyvezetője és társalapítója. Szia! Üdvözlöm a nézőket, köszönöm a meghívást. Sziasztok! És köszöntöm Balázs Miklóst, a kifli.hu logisztikai trénerét. Szia! Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Köszönöm a meghívást! Vagy velem szemben jobbran pedig Zabari István, a Lumenet világítástechnikai webshopnak az alapítója és társtulajdonosa. Pontosan, üdvözlök én is mindenkit. Az elkereskedelem perceknek a támogatója az Adevinta, amelyik a jófogást és a használtautó.hu-t működteti. Tehát az ő jó voltából is tudunk beszélgetni itt most veletek. Amiről beszélgetni fogunk, az a logisztikája ennek az egész elkereskedelem témakörnek. Ugye nagyon sok izgalmas része van ennek, és talán ti is meg tudjátok ezt erősíteni, ezen múlik gyakorlatilag minden, vagy szinte minden. Ti például a Lumenetnél ugye a világítástechnikával foglalkoztok, és nagyon sok terméket kell kiszállítani. Ott is ugye voltak változások is nemrégiben, tehát átalakítottátok ennek az egésznek a logisztikáját. Miért volt erre szükség, és egyáltalán hogy látod, hogy tényleg ennyire fontos ez a logisztikai kérdés? Igen, mi ugye 10 éve gyakoroljuk a törékeny termékek logisztikáját, ez egy nagyon speciális terület, és én magam mondtam 2018-ban, hogy szerintem nálunk jobban nem tud becsomagolni senki egy hosszú fénycsövet, egy állólámpát, ez egy elég nehéz terület. Ugyanakkor több gond is volt a mi méretünkben már a saját logisztikánál. Tehát mi ugye egy világítástechnikai termék alapvetően egy nagyon-nagyon szezonális, tehát az óra átállítás az nekünk egy másfélszeres szorzó forgalomba 24 órán belül, és ugyanígy az óra átállítás visszafelé is, és akkor ennek ugye azért a november-december egy őrült csúcsa, amikor is egy pénteken bejön egy július havi rendelés. Erre felskálázódni egy elképesztő költség, tehát hogy csak tavaly 30 millió forintot öltünk raktárbővítésbe, és nem tudtuk sajnos megugrani, tehát képtelenek voltunk. Illetve a mi méretünknél, ami egy ilyen 100 000 csomag per év, ott van egy alapvető gondunk, hogy a mi esetünkben, hogy van sok gyönyörű kis csomagunk, amit minden logisztikai szolgáltató szeretne, de vannak mellette kényelmetlen csomagok is, a törékeny és a hosszúkás, és sok-sok csomagautomatás, amit ugye nagyon erős jövőnek látunk, sok-sok apró szolgáltatót nem tudtunk beengedni, mert hogyha elviszi tőlünk a kis csomagot, akkor utána nagyon nehéz üzleti helyzetben vagyunk egy olyan szolgáltatóval, aki hajlandó elvinni a nagyot, és egy kiszervezett logisztika felé fordultunk az elmúlt hetekben, ahol is különösebben nem probléma, hogy esetleg egy kisebb darabszámot kell egy nyári napon elvinni egy logisztikai szolgáltatónak, hiszen a logisztikai központból egyébként is amúgy is elvisz sok teherautónyi, tehát nem fog különösebben fájni. Nekünk ez egy alapvető változás, egy óriási árat fizettünk érte. Boltunkat be kellett zárni, ahol naponta 200 kincs volt, de mégis azt láttuk, hogy az az üzleti modell, amit követünk, és nagyon sok pénzt beletettünk ezért az elmúlt években, a fotóstúdió megalkotásának az egyik alapköve az volt, hogy nyáron a csomagoló kollégák a fotóstúdióba segítkezzenek, és télen pedig ugye csomagoljanak. Ez egy humánus dolog, csak alapvetően nem biztos, hogy rentábilis az a része, hogy télen egy 50 milliós beruházású fotóstúdió üresen van, és nyáron pedig egy akár több ezer négyzetméteres raktárban egy-két ember van. Tehát ez a skálázódás volt egy alapvető probléma nálunk, ami miatt változásra kényszerültünk. Ugye a Webshipivel álltatok össze, vagy a Webshipileg most a ti partneretek, amelyik a logisztikát bonyolítja, és kérdezem, hogy például a Webshipinél azt hogy oldjátok meg, amikor mondjuk hogy a Black Friday idején ugye óriási nagy rendelés, dömping zúdul be, hogy tudtok erre fölkészülni, és mennyiben más egy ilyen kiszervezett logisztikai folyamat, mint hogyha egyébként mondjuk a Lumenet esetében, hogyha nézzük,
ott nekik kéne ezeket a ledeket mondjuk kipostázniuk ilyen esetben, hogy tudtok ti erre fölkészülni? Az egész úgy indul, hogy maga az elkereskedelmi logisztika az egy teljesen speciális állatfaj, teljesen más folyamatokat igényel, mint a klasszikus, hagyományos logisztika. És gyakorlatilag az elektronikus kereskedelem robbanásszerű növekedésével az online kereskedelmi szolgáltatók, vagy hát a digitális kereskedelmi szolgáltatóknak ugye fel kellett készülniük erre, és meg kellett ugrani azt a kihívást, hogy az egyre növekvő csomagszámot ugye folyamatosan ki kell tudni szolgálni. De most az a helyzet, hogy ez az vonja magával, hogy alapvetően ezek a cégek, ezek a webáruházak elkezdtek saját maguk logisztikai fejlesztéseket végrehajtani, ami jelentős időbeli és pénzbeli erőforrás felhasználást igényelt, és gyakorlatilag amellett, hogy a saját vállalkozásukat fejlesztették, tulajdonképpen egy logisztikai céget is fejlesztettek. Márpedig az, hogy van egy logisztikai cégem, igazából a logisztika nagyon-nagyon hasonló a webáruházaknál. Nyilvánvalóan vannak eltérések, ugye itt majd ki fog derülni az, hogy például az élelmiszerben teljesen más dolgokra kell odafigyelni, illetve vannak olyan termékszegmensek, ahol például a Butlersnél vagy a Lumeletnél ugye törékeny árukról beszélünk. Nyilván azok a folyamatok másak, viszont maga az elektronikus kereskedelmi logisztika, ez egy egész speciális terület. Mi ennek vagyunk a szakértői, mi gyakorlatilag 6 éve vagyunk a piacon, saját magunk is webáruházakat üzemeltettünk, és ebből nőtte ki magát az, hogy gyakorlatilag egy olyan szoftver, illetve folyamatmodellt kellett kialakítani, amivel nagy méretre tudjuk skálázni az online kereskedelmi logisztikát. Ez ma azt jelenti, hogy közel 2000 kereskedőnek kezeljük a teljes online rendelés kiszolgálását. Ez nagyjából ilyen 150-200 ezer megrendelést jelent havi szinten. Ezt gondolom nyilván nem a szezonban, hanem ez a normál, mondjuk egy nyári időszakban, egy ilyen, gondolom az egy laposabb időszak ilyen szempontból, nem? Ez egy átlagos szám. Nyilvánvalóan a peak-et mi is megérezzük, tehát ezt mindenki megérzi. Ugye egy fulfillment szolgáltatónak ugye az a nagy előnye, hogy rengeteg különbözőféle ügyféllel foglalkozik. És nyilván teljesen más termékszegmenseket árulnak ezek a webshopok. Tehát nyilvánvalóan nyáron sokkal több medencét adnak el, mint műfenyőt, és vice versa, a téli időszakban valószínűleg nem a medencével lesz tele a raktár. Tehát ezek a peak-ek, ezek nagyjából azért kiegyenlítik egymást. Nyilván a karácsony, meg ez a Black Friday időszak az nálunk is mindig kiugrik, de gyakorlatilag a cégnek, illetve ugye a webshopjének a saját növekedése is olyan, hogy gyakorlatilag megteremtjük a lehetőséget annak, hogy ezek a peak-eket, ezeket be tudjuk fogadni, és utána meg amúgy is növekszünk annyit. Azt szoktuk mondani, hogy általában évvégén jönnek rá a webáruházak, hogy ezzel ők már nem akarnak soha többé foglalkozni. Tehát az a visszaesés, ami a karácsony időszak után tapasztalható, az nagyon szépen rövid idő alatt visszaáll, mert annyival több ügyfelünk szervezik el logisztikát tavasszal. Karácsonykor megőrülnek akkor a webshopos tulajdonosok a sok megrendeléstől nyilván. Aztán van, amikor meg visszaesik, akkor meg nyilván az a rossz hír nekik, amikor éppen nincs megrendelés. De amikor még a Covid volt, akkor is gondolom volt egy hasonló ilyen őrület, akkor azt hogy bírtátok kezelni, amikor tényleg mindenki hirtelen rázódult erre az egész, akkor hirtelen fel kellett venni egy csomó raktárost? Elég skálázható a rendszerünk, tehát magát a webshipi rendszerét, mind a szoftveres részt, mind a raktárlogisztikai részt mi úgy alkottuk meg, hogy skálázható legyen, ami azt jelenti, hogy vannak olyan tartalékeszközök, akár gondolok itt csomagoló állomásokról kompletten, amiket egyébként be tudunk állítani bármikor, és viszonylag könnyen tudunk betanítani új embereket arra, hogy mondjuk egy ilyen esetben segítsenek, akár diákmunkások is. Kicsit úgy kell elképzelni a rendszerünket, mint egy mobil applikáció, aminek megtanulja az ember a használatát, és utána kb. Délelőtt elvégez egy tréninget, vizsgázik belőle, és délután már majdnem olyan hatékonysággal tud csomagolni, mint azok a kollégák, akik régebb óta vannak a raktárban. Nyilvánvalóan ilyenkor mindig van azért egy ugrás, amit tapasztalunk, de mi erre készültünk fel. Azt szoktuk mondani, hogy nekünk ebben kell a legjobbnak lenni, nekünk szerencsére nem kell semmi mással foglalkozni, nekünk a logisztikát kell a legmagasabb szinten üzemeltetnünk. És Miklós, Balázs Miklós, a kifli.hu viszont teljesen máshogy működik, ugye ott nem történt ilyen kiszervezés, ott magatok kell, hogy megoldjátok a kiszállítást. Ráadásul egy nagyon speciális terület az is, hiszen élelmiszerről van szó, ami romlékony, ott is azért a szezonalitás gondolom megvan, hogy húsvétkor mondjuk mindenki ráugrik a sonkára, vagy karácsonykor a pulykára, vagy nem tudom, a halászléhez, a halra. Tehát, hogy ezt például ti hogyan tudjátok kezelni, ezt a fajta szezonalitást, és napon belüli kiszállításra hogyan lehetett specializálódni, hogy lehet ezt megoldani egyáltalán? Igen, a mi esetünkben ez egy érdekes kérdés, mert teljesen más elven működünk. Ugye pont azért nem szervezzük ki, mert azzal, hogy kiszerveznénk magát a kiszállítási részt, sokkal inkább függnénk másoktól. Így viszont saját berkeken belül tudjuk ezt megoldani.
Tény és való, hogy nehezíti magát ezeket a folyamatokat az, hogy élelmiszert szállítunk. Tehát itt azért nagyon sok szabálynak, jogszabálynak, feltételnek meg kell felelnünk, nagyon szigorú feltételeknek. Ezekre folyamatosan figyelünk. Pont azért van, hogy nálunk ez egy bővülő rész, hiszen bővítjük folyamatosan a flottánkat, a teljes cég folyamatosan bővül, azzal együtt, hogy bővítjük a kiszállítás körét. Szezonalitás nálunk részben van, de inkább azt mondom, hogy tendenciák figyelhetők meg. Az előző évek tapasztalatai alapján nagyon jól tudjuk nézni magát a szokásokat. Heti szintre le tudjuk bontani, és heti szinten tudunk azzal tervezni, hogy mikor, mi az, ami inkább kelendő lesz, és mi is talán ezt egy picit tudjuk azt korrigálni, hogy milyen akciók vannak, vagy milyen lehetőségek. Nálunk ugye pont azért a tervezhetőség nagyon fontos, mert nálunk a futárállomány egy kicsit máshogy működik, mint a többségében. Próbálunk reagálni a vásárlók igényeire. És nálunk ugye a futárok részben ugye a kifli.hu-nak az arcai is. Tehát a vásárlóink nagyon szeretik őket. Azt tudom mondani, hogy vizsgálva a vásárlói visszajelzéseket napi szinten 99%-os a pozitív visszajelzés. Tehát pont ezért nálunk a futárok, akik egy nagyon magas képzésben részesülnek. És technikailag ezt hogy kell elképzelni, hogy ugye Balatonnál is ott vagytok, Velencei tónál, meg egy csomó helyen, mindenki Budapestről kapja ezeket az árukat, és egy helyről, egy központi raktárból történik akkor a kiszállítás, vagy kell építeni ilyen helyi raktárakat ilyenkor? Nem, a központi raktárunkból történik folyamatosan a kiszállítás. Balatonnál és Velencénél ezért bizonyos időablakok vannak jelenleg, bizonyos időkben tudnak rendelni a vásárlók, viszont ezek ugye nyár folyamán például ugyanúgy bővítésre kerülnek, pont azt figyelve, hogy ugye többen lemennek nyaralni, pihenni, hogy ezt bővítsük, folyamatosan bővítjük ennek a körét. A központi raktárból indul minden. Pont ez, ahogy mondtad, hogy napi kiszállítás, tehát hogy adott napon kiszállítjuk, sőt ugye akár egy express címet, egy express megrendést 120 percen belül szállítunk házhoz a vásárlóknak. Zabari István, ugye nem, te nem csak a Luminetnek vagy az ügyvezetője, hanem egyébként az e-commerce Hungary-nek is az alelnöke. Hogyha titeket megkérdeznek, hogy mikor érdemes kiszervezni, mikor érdemes fulfillmentet választani, mint egy ilyen szervezetnek a szakértőjét, akkor mit szoktatok tanácsolni? Hiszen ti már, vagy te magad is ugye most már láttál mindenféle. Annyira változó iparág, hogy most teljesen más tanácsolnánk, mint 3 évvel ezelőtt. Tehát, hogy a webshop is volt 18-ban és 19-ben is, és az, hogy mi magunk ugye Lumenetként ma kezet fogtunk, az elmúlt napokban kezet fogtunk, annak az egyik alapja az volt, hogy több hasonló és hasonlóan professzionális szolgáltató megjelent, és onnantól kezdve biztonságba került az, hogy nem egy cég vállal bemennünket esetleg áron alul, és utána nem tudja teljesíteni. Alapvetően azt mondom, hogy az első pillanattól kezdve mi magunk, és szintén szólva Lumenetként meg sem tudom mondani, hogy mennyi pénzt töltünk bele, rengeteg költözésbe, újabb meg újabb csarnokokba, egyik helyszínről a másikra költözésbe, tehát az évek alatt folyamatosan az energiánk egy nem kevés részét emésztette. Ez az iparág, hogyha az ember jó akar lenni, akkor már messze nem elég az, hogy jó, hát megrendelted nálam az árut, és akkor 2-3 nap múlva majd kezdünk vele valamit. Kifli.hu-tól, hogy halljuk, hogy már órákon belül kezdeni kell vele valamit. Ez őrület, hogy mennyire fontossá válik, és a másik oldalt az ember pedig látja a számokat, hiszen hogyha ez egy kis webshopnak azért rendelkezésre kell állni, mert hogy végülis ki kell aznap rendelés szolgálnia, azért lehet, hogy a nap nagy részébe üresen fogott üldögélni valaki a raktárba, mert nincs mit csinálni. Tehát ez a skálázhatóság fő probléma miatt én azt gondolom, hogy a kisebbektől egészen a mi méretünk, a százezeres, akár több százezeres csomagszámnál ez meggondolandó. Mi magunk ugye Szlovákiában vagyunk jelen önállóan 7 éve, beláthatjuk, hogy nem túl nagy sikerrel, és inkább kárt csinált azon jelenlétünk, és a webshipi segítségével most a központi raktárból fog kiszolgálódni Szlovákia másnapra, vagy akár ugye több városban aznapra. Ettől még egy kifli szintű cég az, aki meg tudja ugorni, hogy egy másik ország, másik városában aznap ugorjon. Én azt gondolom, hogy egy százezer csomagszámú, vagy több százezer csomagszámú magyar ekereskedő egy közvetítő szolgáltató nélkül ezt nem bírja megugorni. Tehát én azt mondom, hogy az első pillanattól kezdve egészen akár a több milliárdos méretig. Azt jelenti, hogy egyébként mondjuk a webshipi tud fogadni egészen pici kis vállalkozásokat is, akik néhány termékből áll, néhány darabot ad el mondjuk havonta, tehát az egész pici forgalom is akár beleférhet, egy igazi mikrovállalkozás is. Hogy kell ezt elképzelni egyébként, hogy
hogy mitől függ, hogy akkor ő mennyit fizet, ez darabra, hogy működik ez? Uh-huh. Abszolút így van, sőt, így is indultunk, tehát alapvetően mi is egy kisebb webshop voltunk, aki elkezdett növekedni, és akkor azt fogalmaztuk meg, hogy ugye nyilván mi is a saját problémánkra kerestünk egy megoldást, és akkoriban én már nagyon sok helyen olvastam arról, hogy a logisztika kiszervezés az az, ami megoldást jelenthet mondjuk egy elkereskedelmi vállalkozónak az igazi skálázódás megteremtéséhez. Ezeket nyilván amerikai blogokban olvastam, és mi akkor kezdtünk el fulfillment szolgáltatót keresni itthon, és akkor még nem volt. Tulajdonképpen mi voltunk az elsők, akik annak idején amerikai mintára megalakított fulfillment szolgáltatással léptünk a piacra. És tulajdonképpen az első ügyfeleink azok pontosan ilyenek voltak, kisebb vállalkozók, kisebb közepes webáruházak, és az amúgy a mai napig így van, hogy az egész kicsi webshopoktól kezdve a tényleg nagy brendekig, a nagy vállalatokig bárkivel szóba állunk és bárkinek tudunk segíteni. Pontosan azért, mert egyébként az ilyen kis webshopoknak, hogyha egy kicsit végig gondolják azt, hogy ők mivel szeretnének foglalkozni és hogy szeretnének nőni, akkor rájöhetnek, hogy az első pillanattól kezdve a logisztikai kiszervezés az, ami egy járható út lehet, és a folyamatainkat is úgy alakítottuk ki, hogy teljes mértékig önállóan összekapcsolhatják a rendszereiket, beregisztrálhatnak a szoftverünkbe online, összekötetik a webáruházukat, a számlázójukat, felszetapolhatják az egész rendszert. Van olyan szolgáltató, illetve bocsánat, van olyan webáruház, aki annak idején úgy csatlakozott hozzánk, hogy akkor találkoztunk vele, amikor már konkrétan megérkeztek a termékei. Tehát tulajdonképpen vannak tanácsadó kollégák, akik segítenek a folyamatban, főleg a nagyobb ügyfeleknél meg aztán kell is, de alapvetően egy webáruház tulajdonos az saját maga egyedül otthon a számítógép előtt ülve eljuthat odáig, hogy kiszervezze teljes logisztikáját. Még egy dolgot hagyd fűzzek hozzá, ugye a költséghatékonyság, tehát én ugye egészen piciről indultunk Laci társammal, tehát mi magunk csomagoltunk az első évekbe, és azt kell elképzelni, hogy az a költséghatékonyság hiánya volt gyakorlatilag a növekedés fékje, és egy gyakorlati példával, hogy amikor kicsi az a cég, akkor alapvetően nem kap jó áratszállítási díjra senkitől se. Alapvetően 5-10 csomagért ki sem jön ugye egy futárszolgálat, azt mondja, hogy vidd ide, és amikor akkor sikeres pikpak szállítási mód elkezdődött, az nekünk 2 évig úgy működött, hogy reggel bejöttünk, azzal hozzá se nyújtunk semmihez, összecsomagoltuk a pikpakos termékeket, a pikpakos rendeléseket, beraktuk az egyikünk autójába, aki bement a zuglóba lévő egyik lapkeresőüzletbe, és a lapkeresőüzletbe leadta ezt a csomagot, hogy ne kelljen ugye bemennünk ugye a központba. Ez azt jelentette, hogy onnan majd másnap elvitték, és már egy nappal később vitték ki ugye ezáltal, de hogy ez önmagában, hogy minden nap mi ültünk autóba akár 2-3 csomagért, hát az minden egyes csomag masszívan veszteség volt. És gondolom, hogy egy ilyen raktár viszont kap egy nagy kedvezményt, egy mennyiségi kedvezményt a különböző futár cégektől. Hogyne, sőt, visszatérve az árazással kapcsolatos kérdésedre, ez pontosan így van, ugye 2 tételből áll az árunk, ugye a csomagkezelési díj és a szállítási díj, mind a kettő ugye csomagonként értendő, és gyakorlatilag a szállítási díj kedvezményeinknek a nagy részét azt mi át is adjuk ezeknek a webshopoknak, tehát tulajdonképpen egy egész kis webshop olyan árakon szállíthat, mint a legnagyobb webáruházak. És a csomagkezelési díj az is ugye a kiküldött csomag után értendő, tehát ma, hogyha valaki egy kis webshopként az utcáról bemegy bármilyen futárcéghez, olyan árat fog kapni, amennyiért igazából nálunk a teljes folyamatot megkapja. És gondolom, akkor erre még rátövődik egy raktározási költség, nem? Tehát, hogyha egyébként nincs forgalma, nem tud eladni, akkor a polcot magát, hogy használta azt. A végén fogalmazta meg jól. Valamit érte, pontosan. Készenléti díjat kell fizetni, de csak abban az esetben, hogyha túl sok terméket hoz be a raktárba, és nincs egy ahhoz kapcsolódó forgási sebessége. Tehát gyakorlatilag mi azt határozzuk meg, hogy mennyi elfoglalt területhez, mennyi kiküldendő csomag szükséges ahhoz, hogy ne kelljen soha fizetni raktározási díjat. Így igazából, hogyha többet hoz oda, arra is van megoldás, de akkor valamivel többet kell fizetni, ez az a készenléti díj, viszont ha megfelelő csomagszámmal rendelkezik, akkor viszont sose fog raktározásért fizetni. Ki az, aki viszont ne válassza a kiszervezést? Nyilván az élelmiszer, tehát a Kifli mondjuk akkor nem is fogadnátok be egy hasonló típusú webshopot, meg ez nem is lehet akkor reális. De vannak még olyanok, akiket egyébként lebeszélnétek, hogy ne menjenek bele egy ilyen fulfillmentbe? Mi azt szoktuk mondani, hogy mi a skálázhatóságra helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy nálunk különböző egyedi megoldásokra kevésbé van lehetőség. Vannak a piacon olyan szolgáltatók, akik kifejezetten arra mentek rá,
hogy a kis mosnival átkötve, kis csillámport rászorva, kézzel aláírva becsomagolom a terméket. Egyébként vannak olyan webshopok, akik erre helyezik a legnagyobb hangsúlyt. Nekik mi nem vagyunk jók, illetve nyilvánvalóan az olyan webáruházaknak sem vagyunk jó megoldás, akik egyedi termékeket állítanak elő. Tehát például van egy szolgáltató, aki telefontokokat gyárt egyedileg, és akkor gyártja le, amikor ugye a megrendelést összekészítik. Nyilván egy ilyen esetben el nem lehet képzelni azt, hogy aki kiszervezi a logisztikát, de hát ők pontosan abban lettek jók, nem a termék a különleges ott, hanem az egész elhoz a logisztikai folyamat, illetve a testre szabási folyamat, amit kialakítottak maguknak. Van egy másik trend, ez a csomagolásmentesség, a kifli.hu-nál például. Ezt hogyan tudjátok ezt a trendet lekövetni? Van erre valami megoldás? Van egyébként, és egyre jobban bővítjük ezeknek a körét. Nálunk a csomagolásmentesség azon az elven működik, hogy magát a termékeket, akár mondjuk ez egy zöldség, vagy bármi hasonló, a termelőktől hozzuk nagy többségét szinte azonnal. Ezt papírzacskókban, olyan csomagolanyagokban tesszük, amit vissza is hoznak majd a később a következő rendelésen a futárjaink, tehát újra tudjuk hasznosítani őket. Tehát már így is környezetbarátak vagyunk, valamint csomagolásmentesként jelennek meg különböző üvegekben, befőttes üvegekben a termékek. Ezt a vásárló meg tudja rendelni, megkapja, és a következő rendeléssel a futárra visszaküldi, és ezáltal visszajut hozzánk. Mi ezt természetesen fertőtlenítjük megfelelő körülmények között, és onnantól kezdve ez újra hasznosítható. Ugye ebből a szempontból a Lumenet az ennek az ellentéte, hiszen ott nagyon be kell csomagolni a terméket, hogyha azt akarod, hogy ne törjön össze. Igen, de mégiscsak lesz azért ebbe áttörés, hiszen akár a pozsonyi, akár a budapesti aznapi szállításnál meg tudjuk azt csinálni, ami egyébként a saját logisztikánkban egy elképzelhetetlen lett volna, hiszen ott is egy csomagolásmentes, egy műanyag rekeszes szállítás történik meg. Tehát, hogy mégiscsak tudunk áttörést ebben, nyilván nem egy olyan mértékű, egy országos kiszállításnál ugye azt nem lehet csomagolásmentesen megoldani, de hát meglátjuk, mit hoz a jövő. 18-ban én voltam az, aki azt mondta, hogy kiszervezett logisztika az egy nem működőképes az üzleti modellünkben, hiszen nekünk a szaküzlet, meg a projektek, meg is a stb. Ma pedig itt vagyok, és azt mondom, hogy nem működőképes egy szaküzletet fenntartani, hova naponta 200-an jönnek be. Kiszervezés kapcsán, hogy annak idén, hogy azt mondtad, hogy még ti ettől óckodtatok, és nyilván azért is volt, mert a bizalom a vásárlók részéről még nem volt meg mondjuk ti irántatok sem, és azt akarták, hogy nézzék meg a termékeket webshopokban, legyen kiállítva, kézbe lehessen fogni, ki lehessen próbálni. Ezt most például hogy oldjátok meg, hogy nincsen az üzlet, és a kiszervezés miatt ugye már egy raktárba kerültek be ezek a termékek? Hát én azt mondom, hogy 2020-ban találtuk meg ennek az áttörését, de talán kanyarodjunk vissza, hogy valójában sose tudtuk megmutatni azt a gigantikus és naponta akár több száz termékkel változó kínálatot, ami rendelkezésre áll egy pillanatnyilag a Lumeneten, ugye ilyen 35 ezer világítástechnikai terméket kínálunk, és sok éven keresztül kerestük, valójában a boltot mi nem azért tartottuk fent, hogy megmutassuk, képesek legyünk megmutatni azt az óriási portfóliót, hiszen amikor felszereltük egy lámpát, akkor gyakorlatilag egy hét múlva kiderült, hogy az éppen nem szállítható, azt már nem áruljuk, tehát hogy erre ez mindig alkalmatlan volt az üzlet. Mi a bizalom miatt akartuk az üzletet, hogy egy zalaegerszegi vásárló is nyugodtan higgyen abban, hogy meg lehet egy csillárt, egy állólámpát vásárolni interneten. 10 évvel ezelőtt azért ez egy elég nonsens megállapítás volt, tehát mi magunk ugye az Osramnak, a Philipsnek, a stb. Szinte az elsőek kereskedői voltunk, és ugye hiába volt 10 éves szakmai kapcsolatunk, jó kapcsolatunk, azért ők azt mondták, hogy ebben nem nagyon látnak jövőt, de hát olyan jó arcok vagyunk, meg erőszakosak, akkor próbáljuk meg lámpát árulni interneten, de szerintük nem lehet. Lehet. És 2020-ban történt egy áttörés, sok éven keresztül próbáltuk a gyári fotókat überelni, és tudom, hogy ebbe egyébként a kifli.hu is jó, ezt én hallottam az Ivántól, ugye a Kométás oldalról, überelni valahogy, hiszen a gyártók nem voltak felkészülve az internetre, volt egy gyári rendelet fotó, és aztán hát, hogy abból mi alapján döntél a vásárló, hogy az a krómos szín az vajon egy szaténes, vagy pedig úgy néz ki, mint a WC-kefe tartó, azt hogy nem is tudtuk néha, hogy ezt hogy merte megvenni, és ezen kerestünk ugye megoldást, próbáltunk valamilyen formában fotózni, de egy világító tárgyat szinte lehetetlen,
és színháztechnikás és stúdióvilágításos barátaink segítettek abba, hogy alkossunk olyan műtermet, ami berendezett szobák, és hogyan világítsuk meg, és milyen kamerával lehet egy világító tárgyat lefotózni, levideózni, mert hogy mi rögtön kettőt akartunk ugrani, ha már megcsináljuk ezt a fotostúdiót, ami ugye azóta nagyon szépen működik, akkor mi 4K videót akarunk készíteni, sikerült is, ma naponta 10 darab 4K videó készül, minden lámpáról 4K videó és több 10 fotó, hiszen mi azon gondolkoztunk, hogy sem Berettyóújfalun, sem Bukarestben, sem Érsekújváron nem tudunk bemutató termet csinálni, ez szinte lehetetlen, hiszen naponta akár több száz termék változik, erre valami más módszer kell, és hogyan vigyük el a vásárló otthonába ezt az élményt, mert amikor az ügyfélszolgálati telefonokat visszahallgattuk, azt a sok tízezernek a szummáját, akkor az volt, hogy de hogy én szeretném megnézni, hogy ez hogy néz ki, és akkor rájöttünk, hogy igen, de hát a gyári fotó alapján nem lehet megnézni, az alapján nem lehet eltönteni, akár csak a méretet se, és mi egy videóstúdió építésével oldottuk meg ezt a dolgot, ami iszonyatosan konvertál most már. Ugye az egy érdekes trend, hogy egyre több ilyen dobozba szállítás van, és a webshopok is ezt próbálják talán szorgalmazni, és hogy inkább oda rendeljünk, és ne futárral, talán kevésbé macerás, vagy jobban átveszik, vagy olcsóbb is, igen, ugye ez is egy fontos szempont, hogy ti éreztek-e ilyesmit, hogy ez a trend a dobozokba való szállítás, tehát ez az új irány? Igen, abszolút. Ugye a kereslet nyilván generálja a kínálatot, a pikpak pont is annak idején egy nagyon jó ötlet volt, de ott mégiscsak egy személyes kontakt, de már az alapelv az működött benne, hogy egy címre kiszállítani egy teherautóval egy kis csomagot, az nem a legrentábilisebb üzleti modell, de viszont egy címre elvinni 100, akár 200 csomagot, és onnan a fogyasztó egy saroknyira lakik, és eljön érte, amikor neki ideális, és nem telefonálgat egész nap a futár, hogy jó, akkor majd délután visszajövök, mert most nem vagy itthon. Ez biztos, hogy anyagilag is, környezetvédelmileg is egy kifizetődőbb. Vannak hátrányai a csomagautomatának bőven, tehát nagyon méretkorlátos egyelőre. Vannak cégek, akinek ugye a portfóliója egy telefontokos, az biztosan bemegy, de ha már csak egy cipőset nézünk, akkor a cipő bemegy, de már a magas szárú a csizma az már nem biztos, hogy bemegy. Ha meg kettőt rendel, már nem biztos, hogy bemegy az automatába. Ott még szerintem térfogat bővítése lenne szükség. De azt gondolom, hogy az ár miatt is, a működési modell miatt is, gondoljunk bele, egy budapesti, belvárosi futárszolgálatos szállításban, az mennyire körülményes az 5.-6. kerületben napközben megállni a teherautóval, itt lerakni, ott lerakni, mindeközben hajnal 2-kor én magam láttam, ha nem nevezem meg melyik futárszolgálatnak a teherautóját a kisfalunkban, és a hajnal 2-kor terítette a csomagokat, amikor üres a város. Uh-huh. Egyébként logisztikai oldalról, tehát a kiszervezés oldaláról mennyiben más, hogyha egy dobozba kell kiküldeni? Nektek ugyanaz, hogy jön egy futár, aki elviszi ilyenkor, nem? Tehát az az oldala végül is ugyanaz. A belső folyamat az ugyanaz. Nekünk az a dolgunk, hogy minél több opciót nyújtsunk a webáruházak számára. Én azt gondolom, hogy azok a webshopok fogják túlélni az egyre erősödő elkereskedelmi versenyt, akik minél jobban ki tudják szolgálni, ki tudják elégíteni a vásárlóknak az egyre növekvő kényelmi igényeit. Alapvetően nagyon sokféle ember van, valaki gyorsan szeretné, valaki olcsón szeretné, valaki közel szeretné, és akkor, amikor ő akarja. Tehát ezért az ilyen különböző csomagautomaták, postapontok térnyerése az abszolút helytálló, nem véletlen, hogy ennyi pontot telepítenek le. De ugyanakkor helytálló az is, hogy ha megnézzük Amerikát vagy Távol-Keletet, ugye a szállítási idők rövidülése, vagy akár a kifli szolgáltatásait, a szállítási idők rövidülése is abszolút egy nagyon fontos szempont. Mi, mint fulfillment szolgáltató, nekünk az a dolgunk, hogy megteremtsük a lehetőséget ezeknek a webáruházaknak, hogy a lehető legszélesebb spektrumból válogassanak, sőt, olyan fejlesztéseket is hozunk egyedülálló módon a piacon, amivel az általunk kezelt webáruházak vásárlói a kosár oldalon, illetve a checkout folyamat során látják azokat az opciókat, amik számukra elérhetők. Így például ugye vannak belvárosi kisebb raktáraink is, ahonnan akár egy órán belül kiszállítást is meg tudunk valósítani különböző quick commerce szolgáltatók bevonásával. Egyébként én már jártam úgy, hogy rendeltem dobozba egy terméket, és a végén egy futárt kellett üldöznöm, mert nem fért be a termék a dobozba. Erre mennyire vannak fölkészülve a rendszerek technikailag, tehát ellenőrzik-e egyetlen a méretet, hogy be fog-e férni a dobozba. Black Friday idején nyilván ez egy különösen nagy probléma lehet, amikor mindenki rendel és betelik.
Tehát magyarul mennyire vannak ennek fölkészülve a logisztikai cégek? Alapvetően maguknak a webshopoknak kell arra felkészülni, hogy olyan csomagra ne engedélyezzenek mondjuk egy csomagpontos kiszállítást, aminek a mérete az meghaladja a csomagpontoknak a méretét. Nyilvánvalóan ez nagyon nehezen megvalósítható, tehát ezért nagyon szerencsés, amikor például egy fulfillment cég közben van ékelve, mi ugye validáljuk, és nem csak az egyes termékeket, hanem az összérfogatot is tudjuk validálni, és a végén még kiküldés előtt fölül tudjuk írni, ha valaki mondjuk egyébként postapontra szab, vagy valamilyen automatában rendelt volna, akkor az ügyfélszolgálat fel tudja venni a kapcsolatot ugye a webáruházon keresztül a vásárlóval, hogy egy más szállítási opciót ajánljon. Nyilvánvalóan azzal nem lehet mit kezdeni, hogyha egy csomagpontos szolgáltató a nap végén túlvállalja magát, és ezt nem tudja megfelelően kontrollálni, és egész egyszerűen nincs több hely az automatákba. Olyan esetben viszont vállalják azt, hogy futár segítségével ugye eljutatják a csomagot. Ugye a kifli.hu-nál pedig az a érdekes helyzet van, hogy ugye ugyanaz a futár megy sok helyre, viszi az élelmiszert egymás után, és azért nehéz kiszámolni, hogy hány percig lesz egy-egy helyen, amíg ott átveszik, vagy hogy alakul a történet, otthon vannak-e, vagy esetleg ott valami csúszás van, nem tudom, bármi gond. Tehát ott az időkkel való játék, például a logisztikában mondom, ez egy izgalmas része ennek a dolognak, a másik pedig az, hogy a futár és a vevő közötti kommunikáció, megvan-e emberileg az a fajta pozitív kommunikáció, amit az ügyfél vár. Erre hogy lehet tréningezni a futárokat? Nagyon sok futárt kell ugye képezni arra, hogy hogy kell kommunikálni, legyél udvarias, stb. És hát más helyeken tapasztaltam már olyat, hogy futárok hát nem voltak, hogy is mondjam, udvariasak. Hogy lehet ezt megoldani? Nálunk ez egy kicsit több évvel össze, ugye, tehát már a felvételi folyamatnál, tehát egy hosszabb oktatási folyamaton, betanuláson, vizsgákon mennek át a futárok, hogy kiszűrjük a jelentkezőket, és hogy tényleg olyan futárokat tudjunk a vásárlókhoz küldeni, akik ténylegesen felkészültek. Ez a része elég nehéz, hogy őszinte legyek, mert itt azért emberi oldalról is kell nézni, a futárnak is lehet rossz napja, a vásárlónak is lehet. Mindezek mellett az a tapasztalat, hogy tényleg a vásárlóink nagyon szeretik a futárjainkat. Sok esetben olyan visszajelzés jön vissza, hogy szeretnénk, ha ugyanaz a futár jönne, nagyon örülnénk neki, és a futárjaink nagy többségét szeretik és kedvelik a vásárlók. Itt az időkkel játszani, szerencsére jó a rendszerünk. Olyan rendszerre dolgozunk, amely elég pontosan kiszámolja, figyeli a forgalmi dugókat, és ezekkel azért elég jól tudunk tervezni. Kisebb csúszások ugye benne lehetnek, de pont ezért a vásárlók vagy órás, vagy negyedórás időkapukban tudnak rendelni, tehát adott negyedórában ő kérheti a csomagot, és akkor fogja megkapni. Innentől kezdve az a rész, hogy ő mondjuk nem tartózkodik otthon, szerencsére eléggé melenyésző. A másik fele az, hogy ugye minden a vásárlás után a vásárlók visszajelzést küldenek számunkra, mind a vásárlásról, a termékekről és a futárokról is. Így viszont mi elég jól tudjuk napi szinten szűrni azt, hogy a vásárlók mennyire elégedettek, egy adott futár teljesítményét is tudjuk mérni, hogy esetleg neki van-e szüksége plusz tréningre, milyen területeken lehet gyengébb, ahol próbáljuk őket fejleszteni. És ugye ehhez tartozik talán még az is, hogy ugye ilyenkor nagyon sok árucikk van a kosárban, és az ember úgy szeretné ellenőrizni, hogy na, én most rendeltem, nem tudom, 30 féle élelmiszert, vagy akár még többet, és hát van olyan cég, ahol ott neki kell állni egyesével, kipipálgatjuk, hogy akkor megvan minden, nem tudom én, a 10 darab ilyen vagy olyan csoki, stb. És akkor ugye ki szokott derülni, hát lehet, hogy lemaradt véletlenül egy-kettő, stb., vagy nem azt küldték, stb. Ilyesmi, és nálatok ez teljesen máshogy van megoldva. Így van, ez teljesen más megoldás. A vásárlóink már megszokták azt, hogy maga a felület, ahol rendelnek, a vásárlás után ők maguk tudják ellenőrizni, és akár maguknak meg is tudják reklamálni, ha véletlenül bármilyen terméket nem kaptak volna meg. Ha ez azonnal kiderül, már a futárnak tudják jelezni, vagy ha bármilyen terméket esetleg nem kérnének, már ezt jelzik a futárnak, és a futár ezt azonnal kezeli, ezt a helyzetet. De ugyanez a helyzet az ügyfélszolgálatunkkal. Tehát ők jelzik az ügyfélszolgálatnak, akkor az ügyfélszolgálat ez azonnal intézkedik, és akár még aznap pótoljuk neki az adott terméket, ami lemaradt. És pont a tapasztalat az, hogy pont ezt szeretik a vásárlóink, ezt az ügyfélközpontúságot, az, hogy érzik azt, hogy értük vagyunk, és pont így tudunk mi is egyre jobban fejlődni, hogy a vásárlói visszajelzéseket figyelembe véve fejlesszük magát a céget. És a futárhiányt mennyire tapasztaljátok? Tehát ugye van egy nagyon komoly munkaerőhiány, és ugye többek között ezen a területen, ráadásul a elkereskedelmi robbanás, az nyilván ez még inkább fokozta ezt a helyzetet, és ezt mindenkitől kérdezem, hogy akár ugye ti is, bár nem közvetlenül vagytok futárokkal, futárcégekkel, de hogy van ezzel kapcsolatban valamilyen tapasztalatotok, probléma?
Én azt tapasztalom, hogy egyébként hozzánk nagyon sokan jelentkezik folyamatosan. Nagyon sokan jönnek, jelentkeznek, sokan vannak oktatáson, vizsgán, tehát pont amiatt, hogy bővülünk, hozzánk folyamatosan van, tehát mi nem érezzük azért ennyire ezt a hiányt. Sőt, azt mondom, hogy nagyon sok szektorban jönnek át. És őket egyébként ilyenkor akkor kommunikációs tréningre kell még küldeni azért, hogy amikor kimennek, akkor udvariasak legyenek, tudják, hogy kell viselkedni, stb. Igen, tehát ugye trénerként én vagyok az egyik, aki ezeket az oktatásokat végzi. Én a saját tapasztalataimat adom át. Tehát én egy évig futárkodtam ugyanúgy a kifinél, tehát a saját tapasztalataimat is beleszövöm ezekbe az oktatásokba, és ezáltal próbálom őket segíteni, hogy milyen apró kis szösszenetekkel lehet az, hogy a vásárló ne érezze azt, ha bármilyen gond van, ha tényleg érezze a vásárló, hogy érte vagyunk, és ezt miatta tesszük, és hogy ebben tudjon nekik segíteni. István, te mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban a futárügyben? Nem volt jó a szezonunk. Tehát, hogy nekünk egy sok éves partnerünk, logisztikai partnerünk bicsaklott meg, és szerencsére volt tartalékban egy másik, de lényegesen drágább logisztikai, nem mondom ki szándékosan a neveket, lényegesen drágább, de ő meg nem vitte el a problémás csomagot, és gyakorlatilag egy november közepén kellett a legkritikusabb időpontban egyszer ugyanazért a csomagért vagy másfélszer annyit fizetnünk, és utána még egy másik szolgáltatónak könyörögni, hogy de a problémásabb csomagokat vigyék el. És ezért gondolom ezt, hogy mindenképpen szerencsés, hogyha mindenki azzal foglalkozik, amiben jó, majd erre szeretnék egy kifris példát is mondani, mert ugyanez gyakorlatilag nem történhetett volna meg egy webshipinél, mert gond nélkül bekapcsolom a másikat, harmadikat, és én biztos vagyok benne egyébként a futárszolgálati oldalról most jönni fog azért egy konszolidáció, olyan őrült verseny indult meg a futárszolgálatok oldaláról, rengeteg fejlesztés is, ugye nyilván mindenki vissza akarja kapni a fejlesztés árát, új szereplők jelentek meg, akik hát viszonyszerűen sajnos le fognak morzsolni futárszolgálatokat, mint ahogy ez történt is itt ugye a szakmában, hogy sokaknak mennyi ragad be, holnaptól nincs, aki kivigye a csomagot, és akkor a legcsúnyább szezonban oda menni valakihez, hogy tedd már meg, hogy holnaptól elviszed az én terhemet is, csak nem biztos, hogy a futár fel tudja skálázni magát, és én azt gondolom, hogy az legfontosabb az, hogy mindenki azt csinálja, amiben nagyon jó, és ehhez engedjetek meg nekem egy kifli.hu-s példát. A feleségem rendszeres kifli.hu vásárló, vásárolt onnan is egy jó adagot az adott napon, és aznap egy ismert áruházból is vásárolt egy jó adagot. És mondta nekem, hogy nem jött meg az a tavaszi felvágott, hanem teljesen más küldtek helyet, mondom, kifli.hu az szerintem lehetetlen. Nem a másik, aminek most szándékosan nem mondom ki a nevét. És egyből tudtam, hogy a kifli.hu, aki ebben nagyon jó, az teljesen kizárt, hogy valami teljesen más dolgot fog küldeni. Ellenben az a másik, az az áruházas, annál én magam voltam úgy karácsonykor, hogy egyik áruházról másikra jártunk, mert a gyerekemnek 27 darab egyforma valami csoki nyuszira volt szüksége, és akkor ott meséltek a munkatársak, akik elvittek a raktárhoz, hogy nem tudja, hogy itt van-e, mert még a tegnapi készletet látja, meg ő csak a foglalásokat látja, és nem tudja, hogy egyáltalán itt van-e. És hogy alapvetően nekik mekkora nagy probléma, hogy ők a webshopnak is dolgoznak. És megkérdeztem a munkatársat, hogy de hogy dolgoznak a webshopnak? Hát, hogy egy ilyen kiszerű listát kapunk, és akkor az áruházba sétálunk. Mondom, most decemberben több ezer ember között önök szednek össze rendeléseket, így az egész folyamat az ős korszak kategóriához képest, ahogy dolgozik belőle egy webshipi, vagy ahogy dolgozik belőle egy kifli, tehát hogy nem lehet mindent egyszerre jól csinálni. Ilyenkor robotok szedik össze egyébként ezeket a termékeket, ételeket, vagy hogy működik ez? És aztán majd mindjárt erre is. Pont erre akartam reflektálni még a robotos kérdés előtt, hogy ennek az az oka, amit az István mondott, hogy a kifli nem egy élelmiszeráruház, hanem egy technológiai startup, mint ahogy a webshipi is egy technológiai startup, nem pedig egy logisztikai cég, meg az összes többi olyan, aki napon keresztül egy órán belül rendelünk, ezek technológiai startupok. Teljesen más gondolkodásmódja van egy ilyen cégnek, teljesen más mindsettel állt neki ezeknek a problémáknak, és teljesen más korban kezdte el megoldani ezeket a problémákat, mint egy több tíz éves múltra visszatekintő retail áruház lánc, aki megpróbálja most egy nem tudom hány ezer négyzetméteres bevásárlóközpontból összeszedni manuálisan a vásárlótérről a termékeket. Tehát, hogy sajnos vagy szerencsére ezeknek a hozzánk hasonló cégeknek szerencsére, nekik sajnos nem lehet összehasonlítani ezt a két kategóriát, mert teljesen más gondolkodásmód. Amúgy a kérdésedre válaszolva, nálunk egyébként most már vannak robotok, de nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a robotkar oda megy és leemeli a terméket a polcról,
Alapvetően ezeket a folyamatokat lehet robotizációval segíteni, automatizációval gyorsítani, hibákat kiszűrni. Mi tavaly vezettük be azt a robot picking eljárást, amit egyébként az Amazon is, meg az Alibaba is használ a saját fulfillment centereiben, amiben tulajdonképpen azt az időt és energiát spóroljuk meg, amíg a kollégák a sorok között sétálgatnak, a polcok között sétálgatnak, hogy összeszedjék a termékeket. Itt ebben az esetben ők már egy helyben állnak, és a polcok jönnek oda, a robot megy alá a polccal, és az egész polcot emeli föl és viszi oda a kollega elé, akinek csak egy megadott rekről le kell emelni a terméket és áttenni egy másik dobozba. És a futárokat egyébként, a futár cégeket azt ti tudjátok szűrni? Vagy fordítva kérdezem, hogyha én egy webshopot működtetek, akkor én megmondhatom, hogy melyik futárcéggel szeretnék dolgozni, vagy ha ki van szervezve, akkor egy bizonyos partnerrel kell együtt dolgozni, mondjuk a belföldi kiszállításnak. Alapvetően megvannak azok a partnerek, akikre mi azt mondjuk, hogy ár-érték arányban a legjobb szolgáltatónak tekintjük őket. Nekünk az a legfontosabb a nap végén a webshopi küldetése az, hogy versenyképesebbek legyenek a webáruházak, akik nálunk vannak, mint a konkurenseik. A versenyképességet pedig elégedett visszatérő vásárlókkal lehet elérni. Akkor lesz egy vásárló elégedett, és akkor fog visszatérni és újra vásárolni, hogyha neki az utolsó lépés, magyarul a kiszállítás élménye az olyan, hogy azzal elégedett lesz. Nagyon sok webshop van, aki arra megy rá, hogy legyen minél olcsóbb a kiszállítás, mi ezt sose szoktuk javasolni. A webshop is sem akar a legolcsóbb szolgáltató lenni, és nem is javasoljuk, hogy a webshopoknak sem, hogy mondjuk a legolcsóbb futárcéget keressék meg, mert a nap végén annak jó vége általában nem lesz. Minden desztinációra megkeressük azokat a szolgáltatókat, akikről azt gondoljuk, hogy az adott termék kategóriában ők a legjobbak, és árértékarányban a legmegfelelőbbek, és ezeket szoktuk ajánlani a webáruházatok, akik hozzá jönnek. Ilyen speciális esetekben is, mint amikor a törékeny az áru, tehát mondjuk egy LED, akkor arra is van saját partner, akit tudtok ajánlani, akár külföldre is? Nyilván én is akarok most itt neveket említeni, mert nyilván nem is lehet, de alapvetően igen, van olyan szolgáltató, aki egyébként nem azt mondom, hogy mindenben a legjobb, de általában az e-kereskedelmi csomagokra mi nagyon meg vagyunk vele elégedve. Az, hogy a törékeny árut kiviszi ki hogyan, az leginkább a csomagoláson múlik, a kitöltőanyagokon múlik. Ebben nekünk elég nagy tapasztalatunk van, több olyan lakberendezési üzletlánc is van nálunk, akinek nagyon-nagyon törékeny termékei, pezsgős poharaktól kezdve, amiből lehet egy-egy darabot is rendelni. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezeket nem törjük el, vagy hát nem rontunk a törési arányainkon még jobban, akkor a fénycsövekkel sem lesz gond, ezért mertük a lumenetet is bevállalni. Még egy nagyon rövid kérdés, csak a külföldet tekintve, ha már itt érintettük. Mennyire ingoványos talaj az, hogy valaki külföldre nyisson, mennyire veszélyes, mondjuk akár, és most nem csak Európa lehet, ugye, hanem ez lehet, nem tudom, ilyen Afrika, Ázsia, hogy nyisson valaki oda. Hát általában a külföldi terjeszkedés a webshopoknál annak a legnagyobb akadálya a logisztika szokott lenni. Pontosan azért, mert nyilván ahogy a távolság növekszik, általában a kiszállítási idők és árak ugye fordított, vagy hát egyenes arányban nőnek. Mi nagyon szeretnénk támogatni a hazai kereskedőket az export tevékenységük növelésében, annál is inkább, mivel a külföldi szolgáltatók, külföldi webáruházat, Szlovákia, Csehország, Románia, azt látjuk, sokkal inkább dolgoznak azon, hogy bejönnek Magyarországra. A webshop is sose szeretett volna megállni Magyarország határainál, tehát nekünk az a víziónk, hogy Európa szinten építsünk fel egy olyan fulfillment center hálózatot, amivel igenis tudnak a nemzetközi kereskedők is ugyanolyan minőségű logisztikai szolgáltatást nyújtani máshol is. Mi most nyitottuk meg a szlovák raktárunkat, és a nyár végén ősszel nyílik a cseh raktárunk. Pontosan azért, mert ugye a Lumenetnek is így tudunk többek között segíteni majd jobban abban, hogy gyorsabban és költséghatékonyabban tudja kiszállítani a csomókat. Én azt gondolom, hogy van helye, tehát van hely még növekedni. Nagyon sok lehetőség van a magyar kereskedőknek is arra, hogy nemzetközi piacokra lépjenek be. Ugye István, a ti esetetekben fölmerülne az, hogy akár a világ minden tájára mehetne a LED, hogyha valaki rendel, tehát tulajdonképpen megoldható egy ilyen logisztikai partner esetében, de nyilván csak bizonyos országokra, bizonyos célpiacokra lőttök. Igen, tehát azért azt látni kell, hogy a logisztika egy rettenetesen fontos pont, de nem minden. Tehát azért a helyi jogszabályoknak való megfelelés a mi esetünkben, egy példát mondok, hulladékkezelési díj kérdése, amikor felénk leszámlázza a német gyártó, az akármelyik gyártó, mi, hogy Magyarországon mi helyezzük először forgalomba a terméket, bevallunk 40 forint vagy kilónkénti árat hulladékkezelési díjat. Ennek amikor kivisszük Szlovákiába, abban a pillanatban nekünk azt
jogszerint vissza kell igényelni, ezt gondolj be egy 300 forintos terméknél is, ugye ez egy elég ritkus pont, 40 forint, vissza kell igényelni, ellenbe be kell jelentkezni a szlovák szolgáltatónál, és nála újra bevallani ezt az összeget, hiszen abban az országban mi helyeztük először forgalomba. Tehát itt azért rengeteg adminisztrációs és jogi része is van, nyilván van egy frontend része is, de alapvetően igen, a logisztika egy nagyon sarkos kérdés, de nem minden. A logisztika, a kiszervezett logisztika ilyen formán a magyar vállalkozásoknak egy óriási segítség lesz a kilépésre, mert azért azt tudni kell, van egy pár év tapasztalatom benne, hogyha nem tud a cég elérni egy költséghatékony szintet, nincsen meg az a pár száz rendelés naponta, akkor az bizony olyan lesz, mint a főnöknek a hajója, ami minden évben csak viszi a pénzt és nem hoz pénzt. Tehát, hogy ide azért ugye nagyon tőkeerő kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek ide a Média Egybe, és mindezt a logisztikai témát, amit érintettünk, átbeszélhettük. Zabari István, Lumanet alapító tulajdonosával beszélgettem, Balázs Miklóssal, a kifli.hu logisztikai trénerével, és Perényi Andrással, a Webshipi ügyvezetőjével és társtulajdonosával. Köszönöm szépen. Ez volt a Média Egy mára. Egy hét múlva jelentkezik ismét a Média Egy. Visszahallgatható az adás a Spotify-ról, iTunes-ról, ez az adás visszanézhető ugye a YouTube-ról és a media1.hu-ról. Ezen kívül pedig 11 rádió megismétli ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, a vendégeimnek, hogy itt voltak velem, és még egy dolog a végére, hogy a Média Egy elkereskedelem perceinek a támogatója az Adevinta, a Jófogás és a használtautó.hu oldalak üzemeltetője.